Sziasztok! Kristóf, a kockás ember. Ez pedig nem más, mint a hétfő bemutató. Ismét ez a trió van előttem, ugyanis a felei értelmezések különböző verziói. Ugye itt van a legkisebb idén bemutatott Speed Champions verziója, illetve itt van velem a Creator Expertben bemutatott 2 évvel ezelőtti verziója. Viszont itt van ez a harmadik, ami a Technic verzió, ami ugyanis nem gyári készlet, hanem egy rajongó készített el, tehát ez itt egy mock. Az a furcsaság történt, hogy mindig, mikor bemutattam valamelyik verzióját az F40-esnek, akkor ott volt ez is, és mindig hivatkoztam rá, hogy ezt már bemutattam nektek, láthattátok. És az egyik alkalommal be akartam linkelni, hogy meg tudjátok nézni ennek a videóját, de sehol se találtam a csatornán. Hát furcsa volt, azt gondoltam, hogy lehet, hogy a YouTube belepiszkált, vagy valami ilyesmi, és megnéztem a nyersanyagjaim között, de ott se találtam meg, és ezért így végig megpróbáltam visszaemlékezni, és mintha leforgattam volna ezt az adást, de lehet, hogy annyira nem lett jó, hogy inkább kitöröltem, és így nem tettem föl. Szóval, eddig nektek egy olyan videóra hivatkoztam, ami igazából el se készült. Na de itt az alkalom, pótoljuk ezt be. Tehát, Technic, Ferrari F40-es, egy mock, aminek az az másik érdekessége, hogy az, aki kitalálta az eredeti verziót, az nem készített hozzá füzetet, így egy másik rajongó a alap ötlet kitaláló engedélyével elkészítette a füzetet, egy picit bele is módosított, ami neki nem nagyon tetszett, és így készült el a végleges verzió. A füzet szerencsére ingyen elérhető, azt ide linkáltam a videó alá, úgyhogy bárki elkészítheti, aki szereti ezt a modellt, illetve aki lát benne kihívást. Egyébként 2437 elemből áll, tehát nem egy kis darab, van benne anyag rendesen. Technikhez mérten vannak benne funkciók, illetve hát mock létére egy picit kell egy extra tudás ahhoz, hogy össze tud rakni, mert azért nem olyan egyszerű. Na nézzük! Formailag nagyon jó hozza az F40-est, nekem nagyon tetszik, nagyon jó megvan a hátsó szárny, a lámpák, tehát hogy minden úgy a helyén van. Menjünk is végig rajta. Kezdjük az elejénél. Ugye egyrészt az F40-esnek döntető lábai voltak, és ez itt Technic méltóan magától működik. Itt tekerünk egy kis fogaskereket, és ki is nyílik szépen az első lámpa, ezt szépen be is lehet csukni. Aztán maga az egész orrész felnyitható. Ugye itt úgymond egy csomagtartót találunk, hiszen ez egy középmotoros autó. Ebből a futóművet látjuk, úgyhogy ez nem izgalmas, de jó, hogy meg van benne csinálva. Aztán nyílnak mind a két oldalán az ajtók, lehet állítani a visszapillantó tükröket. Nekem külön tetszett ez a úgymond kis ablak elválasztó rész, hogy ez is itt meg van csinálva. Aztán odabent megvan a váltó is, ami azért izgalmas, mert általában a Technic autóban egyből a váltó alatt van rendesen a mechanika, ami váltja a fokozatokat. Itt viszont nem, hanem rendesen rudazat megy hátra, és ott kapcsolódnak a különböző fokozatok. Nagyon ötletesen ki van találva. Úgyhogy menjünk is egyből át a hátsó részre, ahol természetesen nyílik a maga a motorháztető. Itt nincsen sajnos kitámasztója, mint például az Expert verziónak, de így is nagyon jó belátást tudunk kapni a motortérbe, meg tudjuk nézni, alatta van a váltó, tehát egy nagyon jól összerakott kis készletről van szó. Azt el kell árulnom, hogy azért még vannak ennek a verziónak némi hiányosságai, amit én eddig nem csináltam meg, ezek ilyen flexibilis rudazatok hiányoznak belőle, azzal egy fokkal jobban néznek ki, de eddig nem pótoltam őket, nekem igazából így is nagyon jól tetszik. Térjünk is át a kinek ajánlom, kinek nem részre. Egyrészt Technic fanoknak, F40 fanoknak mindenképpen ajánlani tudom, hiszen egy nagyon jól kinéző készlet, jól építhető, tehát minden szempontból tökéletes. Autófanoknak is ugyanúgy ajánlom, hiszen a többi ilyen mock, vagy a többi Technic modellben lehet nagyon jól mutat, szerintem
tökéletesen odafér a polcra. És így nagyjából ennyi. Menjünk át inkább arra, hogy kinek nem ajánlom. Hát ugye értelemszerűen feleli, vagy feleli F40 rajongó, nem rajongóknak, ugye, nem ajánlom, hiszen őket nem fogja lázba hozni ez a készlet, bár azt gondolom, hogy ők ezt a másik kettőtől se jöttek izgalomba. Ezen kívül nem ajánlom azoknak, akik nem szeretik a technikát, az nem az ő világok, vagy ezt a lukacsos világot nem szeretik, hiszen a technika ezzel jár, úgyhogy neki is ajánlom, hiszen nem lesz meg az a tökéletes érzés. Valamint azoknak sem ajánlom, akik igazából inkább rendes városokat építenek, cityben vagy bármilyen más témában, hiszen ez egy igazából önálló modell, de hát ez így teljesen rendben van. Én mindent elmondtam erről a modellről, igazából végre valahára. Ha bármilyen gondolatotok van, vagy erről a modellről, vagy egyébként az F40-es sorozatról, jöhet mindenképp ide a videó alá kommentbe. Ha bármilyen észrevétel gondolat van, az is nyugodtan írjátok meg, mindenképp fogok rá válaszolni. Ne felejtsetek el feliratkozni, ha esetleg nem tettétek volna meg, ugyanis nagyon érdekes videókkal fogok még jönni nektek. Addig is mindenkinek nagyon jó legózást kívánok, jók lehetek, sziasztok!